Jó eset kívánok, köszöntöm a kedves sportbarátokat, a Jászberényeket, a Jászságiakat és a Kecskemétieket, a Bercsényi úti általános iskola tornacsarnokából. Szántai Tibor köszönti Önöket. A Tipmix kosárlabda férfi NB1 átcsoportjában elérkezett a záróforduló az alapszakaszban. Érdekes a dolog, hiszen a 26. forduló ez, de a 24. forduló mérkőzéseit játsszák a csapatok. Ez maradt a végére. A Covid fölborította a programot. A lényeg az, hogy a Jászberény KS, a Duna Aszfalt DTKH Kecskemét csapatát fogadja. És az már biztos, hogy az alapszakasz zárását követően mindkét együttes az alsóházban játszik majd tovább. A kecskemétiek lényegesen jobb helyzetből, de erről majd később, mint a mieink. A lényeg az, hogy ma mindenképpen győznünk kell, hogy legalább ne nőjön a különbség az zalaegerszegiek és közöttünk. Az zalaegerszegiek Sopronban játszanak, reméljük, hogy nem járnak sikerrel, mi pedig nyerünk, és akkor 3 győzelemnyire csökken a különbség. A vendégeknél lesznek majd ismerősök, de nézzük, kik vezetik a mérkőzést. Györfi Pál Attila, Frányó Péter és Boros Tamás, az MKOS ellenőre pedig Balog László. A vendégek kezdőtösében szerintem nem lesz meglepetés. Wittmann Krisztián 17-essel, 11-essel Kemal Karahodzsic, 8-assal Marko Derasimovic, 15-össel Kucsera Dávid és 6-ossal Cleveland Thomas. A vendégek vezetőedzője Váradi Kornél, a másodedző pedig Hegedűs Gergely, nálunk a vezetőedző Patai Benyámin, Lóe Hadzsi Malika segítője. Nálunk pedig jön Coleman, Kini, 7-essel Brybaklic, Filipovic Stefán 21-essel és 20-assal Seiros Williams. Azt hiszem, hogy a bevezetőben mindent elmondtam, amit nagyon tudni kell erről a mérkőzésről, és akkor kezdődhet a játék. Egyébként a két együttes őszi kecskeméti mérkőzését a házigazdák, tehát a kecskemétiek nyerték 96-82-re, és ha majd lesz időm, elmondom, hogy milyen kevesen vannak abból a gárdából a mieink közül, akik akkor pályára léptek. A vendégek viszont szinte ugyanabban az összeállításban játszanak ma is. Wittmann Krisztián, miután a labdát földobták, a kecskemétiek szerezték meg a játékszert. Egy távoli 3 pontos lejön a gyűrűről, és nem sikerül megmentenie Thomasnak. Kucsera Dániel próbálkozása jött le a gyűrűről. Az első kecskeméti támadás tehát eredménytelen volt. Jöhetnek a mieink. Kini. Coleman mozog el neki. Filipovic próbál meg elzárni. Coleman elvállalja a középtávol, itt lejön a gyűrűről, Brybaklic pedig nem tudja megszerezni. Thomas. Egy-egy elrontott támadás, tehát mindkét oldalon. Wittmann. Karahodzsic. És egy jó védekezés. Williams fogja egy kicsit az állát. Aztán elindul ő is előre. Kini. Williams. Vissza Kininek. Kevés a mozgás egyelőre. Megkapja Coleman. Coleman begyötri ugyan a gyűrűbe a labdát, de már előtte szólt a síp, és ellenünk van a falt. Igen. Nem is vitatják a mieink sem. Ezek szerint Coleman kirakta a könyökét, és úgy indult. Egy perc elteltével nincs kosár még a mérkőzésen, így pont sincs. Brybaklic is próbálja megállítani Thompsont. Egyelőre jól támadja. Majdnem eladják a labdát a vendégek. Wittmann Krisztián. Hogy a támadó idő már csak 7 másodperc, 6, Wittmann eldobja. Ő az ilyeneket beszokta dobni, ez most nem megy be egyelőre. Másfél perc után még mindig 0-0 áll az eredmény jelzőn, és egy 0 van Coleman hátán is, hiszen ő a nullás számú mezben játszik. Williams, ismét Coleman. Egyelőre nem tudunk a kosár közelébe kerülni. 7 másodperc, el kell vállalni. Egy borzasztó nehéz dobás, nincs is meg. A lepattanó pedig a 11-es Karahodzsic, és már is lendülnek előre. Thomas, Kucsera még tovább. Egy dobócsel és egy falt Filipovic részéről. A 8-as Derasimovicot állította meg. Szabálytalanul, ha minden igaz. A második csapat személyünk. 2 perc alatt a kecskemétieknek még nincs személyhibája. Filipovic pedig majdnem labdát szerzett. 14 másodpercről indult a támadóra. Derasimovic, nagyon szépen besakpázzuk, és aztán Kini szereli is. Kini robog előre,
Williams. Brybaklics is elvállalja a hármast, és ez sem jó. Filipovics viszont visszaszerzi, és ez sem jó, de Brybaklics a lepattanó. Elképesztő, milyen harc folyik ott a palánk alatt, és ebből most kétszer is mi jöttünk ki. Győztesen minden esetre eltelt már 2,5 perc, és még mindig nincs kosár, de most már van! Williams az utolsó pillanatban bezúzza a hármast. Az első kosár, tehát a miénk, egy tripla, 3-0 a JKS a javára. Igen sok időnek kellett eltelni, Brybaklics pedig azonnal kap egy személyi hibát. Csere a vendégeknél, jön egy régi ismerősünk, talán említettem, hogy a kecskemétieknél játszik két olyan játékos, aki korábban megfordult nálunk, és az egyik Horti Bálint, aki most 9-essel érkezett Karahodzsic helyére. A másik pedig igazi közönség kedvenc volt nálunk. Szerintem sokan kitalálják. Ó, és kap egy személyi hibát Brybaklics megint. A többiek nyugtatják, és ebből 3 dobás lesz. Igen, 3 dobás lesz. Tomasz dobhat 3-at, Brybaklics pedig lemegy, hiszen nem egészen 3 perc alatt összeszedett 2 személyhibát. Rúják érkezett a helyére, Patai Benyámin megpaskolja Brybaklics fejét, aki borzasztóan bosszús, de ez nem segít abban, hogy megkapta a második személyhibáját, és ezzel nálunk már megvan a 4 csapathiba, a vendégeknél még nincs semmi, ők már ezután dobhatnak a következő 7 percben minden hiba után. Tomasz pedig bedobja az első büntetőt, 3-1, és dobhat még 2-t. Hiszen 3 pontos dobás közben történt a szabálytalanság. Jó a második is, 3-2. És jön a harmadik. És ez kimarad, a lepattanó pedig Coleman-é. 3-2-vel folytatódik a játék, 3 perc után. Hát nem dúskálunk a pontokban, de a végére is 1 ponttal nálunk lesz több, akkor azzal elégedettek leszünk. Coleman elindul befelé, személyhíva vele szemben. 9-essel Horti Bálint teszi föl a kezét. Valahogy meg kellett állítani Coleman-t. Megvan az első csapat személye a vendégeknek is. 4-1 a csapat személyik aránya. Sajnos nekünk már 4 van, úgyhogy bónuszban vannak a vendégek, de nézzük Coleman büntetőit. Az első helyén 4-2. Jön Coleman második büntetője. Ma egyébként minden csapat pályára lép, és egy időben kezdődött az utolsó forduló. Mindenütt Coleman második büntetője is jó. 5-2 a JKS javára, a Kecskemét ellen Tomasz. Wittmann próbál meg ellépni Kínitől, aztán vissza Tomasznak. Tomasz, Wittmann, de nem Wittmann, Kucsera van teljesen tisztán. Be is dobja, szép játék volt, kijátszották az üres dobóhelyzetet, és Kucsera ezúttal be is talált. 5-5. Kini. Filipovics. Williams hasalt el ott a körön belül. Ez a dobás pedig nem jó, Coleman-től Kucserája lepattanó, Tomasz robog előre. Egyelőre elég sok a hiba mind a két oldalon. Horti kapta meg a palánk alatt, és tette volna ki szélre, de ott nem volt ember, lenni kellett volna talán. Meg kell igazítani a hálót, 5-5, akkor, amikor 4 perc telt el az első negyedből. Eddig nálunk volt az előny, 3-0, 5-2, de most 5-5 áll az eredményjelzőn. Kini. Rúják, aki Brybaklics helyére érkezett, ismét Kini. Filipovics jól zárt el neki, Kini tovább teszi, Coleman beviszi, és nem tudja bedobni, de Filipovics bepiszkálja. Kíváncsi vagyok, ezt a 2 pontot kinek adják, de szerintem ez Filipovics volt. Csere lesz majd újra a vendégeknél, Colemannek adták a 2 pontot. Karahodzsics jön majd vissza, Gerasimovics. Talán ezt lehetett volna tovább engedni, Gyereszömövics teljesen tisztán ment a palánk alá, simán bedobhatta volna, de fújtak egy személyi hibát Coleman-re, aki szintén 2 hibánál jár, és jön helyére
Hármas számmal. Geret. Két dobás következik, 7-5-nél. Derasimovic dobhat egyébként. A vendégeknél Derasimovic, Karahodzsics, Dramichanin és a 17-es Wittmann Krisztián az a négy ember, aki már évek óta a csapat gerincét alkotja. Négy kiváló játékos. Hát ez az idény nem úgy sikerült nekik sem, ahogy szerették volna. Talán többre lehettek volna képesek, de hogy miért nem, azt mi nem tudjuk. Minden esetre jó mindkét büntető, 7-7 és csere jön. Tízessel érkezik Nemanja Jaramaz. Nemanja Jaramaz a pályán. 7-7, a negyed közepén járunk. Derasimovic kapott egy kis pihenőt. Ruják. Williams. Kucsera védekezik vele szemben. Ez szép játék, gyönyörű játék volt. Gerett gólpassza után Filipovic kosarával 9-7, Tomasz pedig már mondja, hogy mi következik. Ezúttal Ruják néz vele farkas szemet. A Jaramaz vissza Tomasznak. Tomasz elindul, Filipovic megállítja, Jaramaz még tovább, Kucsera. Ez csak két pont lesz, kettő, így van. 9-9, rajta volt a lába a vonalon. A két edző serényen segíti játékosait. Filipovic, ajj, nem mentve, szépen csinálta pedig. Wittmann. Jaramaz. Kucsera tovább, Wittmann tiszta dobóhelyzet, és be is dobja. 9-12, újabb csere lesz majd, jön, ketten is jönnek majd, 4-essel Lukács Döme, és 14-essel Raskó Dramichanin vár bevetésre, nálunk pedig Primorac és Früzi érkezik majd. Szép labda Rujáknak, ki fogja elvállalni, Williams belepaskolnak, de megvan a labda, dobni kellett, és nincs meg a labda, kilépett. Vagy személyhibát ítélnek? Igen, és dobás következik. Nálunk láttak szabálytalanságot. Jön tehát Dramichanin és Lukács Döme. A 15-ös Kucsera Dániel és 6-ossal Cleveland Thomas ment le. Nálunk pedig 1-essel Kini pihen. Meg Filipovic, érkezett a pályára Primorac és Füzi 11-essel. Karahodzsics dobhat két büntetőt. Az első jó, 9-13, nagyon kevés a 9 dobott pont. A 13 kapott is kevés, az jó is lenne, csak több pontot kellett volna szereznünk. És jó, nem jó a második szerencsére, elkiabáltam. 9-13, 4 pontos vendégvezetés. Gerett. Füzi, Williams. Williams elvállalja a hármast, nem jó. Lepattanó pedig Karahodzsicsé volt. Wittmann. Füzi próbálja megállítani, Karahodzsics. Jön Jaramaz. Eltelt a támadó fele. Jaramaz közelebb megy, beláll a középtávoliba, az nem lesz jó. Primorácia lepattanó, Gerett. Már is robog előre. Gerett gyönyörűen megy be, és ez egy nagyon szép kosár, az első kosara Junior Jervis Gerettnek, 11-13, két pontos kecskeméti előny. Jaramaz, Ruják védekezik vele szemben. A két magas ember Karahodzsics és Primorac néz farkas szemet, Füzi és Wittmann. És kihagyja az ittszert Karahodzsics, Williams pedig robog előre. Hát úgy látom, hogy itt most nagyon alacsonyan van a falt határ, mert Wittmann ugyan nem tiltakozik, de hát ez persze fújható volt, de nem volt ez egy komolyabb szabálytalanság. Wittmann le is megy, és Derasimovic jön a helyére. 5-2 a falt arány, tehát a vendégek már bónuszban vannak, viszont még csak két csapat személyük van, úgyhogy mi nem dobhatunk még. Ruják.
Jön Williams, valakinek még jönni kéne, jön Gerett. Lukás Döme figyel rá. Gerett. Lukás Dömét becsapja, aztán kihagyja. És most Lukás Döme robog előre. 11-13. Három pontos dobó kísérlet, és nem csak kísérlet, hanem jó is. A négyes Lukás Döme hármasával 11-16. Akkor, amikor 2 perc, 19 másodperc van hátra az első negyedből, és ez egyelőre nem úgy alakul, ahogy mi szeretnénk. A 16 kapott pont még rendben is lenne, de a 11 dobott az borzasztóan kevés. Közben jelzés érkezik hozzánk, hogy igen, meg kellett igazítani a madzagokat, és most már jó a videóbíró a zsűrinél. Szóval támadásban több kellene, jobban kellene dobnunk, és többet kellene mozogni, meg kéne mozgatni a kecskeméti védőfalat. A kecskemétiek egyelőre jobban dobnak. Ha jól számoltam, már 3-3-ast is bezúdítottak, és nem rossz arányban dobják, talán 4-ből vagy 5-ből dobtak be 3-at. 5-ből 3-at, ami 60%, és ez egy nagyon jó arány. Patai Benyámin időt kért, és elmagyarázza a fiainak, hogy mit vár tőlük. Jönnek hamarosan vissza a csapatok. 2 perc, 19 másodperc lesz még az első negyedből, amikor folytatódik majd a játék. Az első és a második negyed között pedig majd elmondom, hogy milyen mérkőzéseket játszanak még ma, és hogyan áll az alapszakasz tabellája, amely ma végleges lesz, és akkor utána az első 8 helyezett kezdi a playoffot, tehát jön a kieséses szakasz, az első a 8-dikkal, a második a 7-dikkel, a harmadik a 6-dikkal, a negyedik pedig az 5-dikkel mérkőzik majd a 4 közé jutásért, az alsóházban pedig a 9 és 14. helyezettek oda-vissza játszanak még egymással, tehát az 10 mérkőzés lesz. Primorac elzárt, Coleman, ez csak 2 pontos, ha bemegy, de jó. 13-16, Coleman 6 pontos, ő a legeredményesebb a mezőnyből. Kucsarának van 5 pontja a másik oldalon, viszont a vendégeknél már 6 pont szerző van nálunk, viszont még csak 4. Jaramaz. Próbálják a mieink megszerezni tőle a labdát. Hát, Dramics Anyinnak ismerős a hazai pálya, a gyűrű. Úgy kezdésnek a csere után, ahogy bejött, beszór egy 3-as. 13-19, hát őt nem kell bemutatni a mieinknek, meg nekünk se, hiszen tudjuk, hogy mire képes, úgyhogy rá sokkal jobban kell figyelni. Gerett, Coleman, ezt is fújni lehetett volna, mert oda kapott neki Lukás Döme, de nem fújtak. 5 másodperc, Gerett dobni kell, Gerett közelebb megy, elvállalja, nem jó, nem talál gyűrűt sem. 13-19. 1 perc, 16 másodperc még. 6 pontos vendégelőny. Jó lenne ebből csökkenteni, de akkor ehhez előbb ki kéne védekezni egy támadást. Jaramaz. Jól szállt be a játékba. Ó, hát ez... Olyan könnyű sippal fújják ma a személyi hibákat, hogy nem is tudok mit mondani. Még azt sem mondhatom, hogy nincs igazuk a játékvezetőknek, de nem biztos, hogy az ilyen apró testtel való érintkezéseket azonnal fújni kellene. Csere a vendégeknél. 11-essel lemegy Karahodzsics, bejött Horti Bálint 9-essel, nálunk pedig Cirbus József a pályán. Mégpedig Ruják ment le. Jaram az első büntetője. A helyén 13-20. És jó a második is, 13-21, 8 pont az eddigi legnagyobb különbség a két csapat között. 8 ponttal vezetnek a kecskemétiek. Gerett. Érkezik Coleman, egy dobócsel, aztán Jaramaz elveszi tőle a labdát, ez egy újabb hiba, eladott labda. Még egy támadásunk lesz nekünk is, miközben Dramics Anyi egy újabb hármassal próbálkozik, Jaramazi a lepattanó. Horti Bálint pedig bezúzza. 13-23, 10 pontos különbség. Coleman.
Primorasz kapott egy nagyot Hortitól. Aztán Primorasz kapja, átteszi a másik oldalra, Füzi. Ő pedig dob egy hármas. Szép volt. 16-23. Még 12 másodperc. Jó lenne nem újabb kosarat kapni. Derasimovics. Primorasszal szemben Derasimovics elindul. És ott a fal. Sajnos teljesen jogos. A kezét találta el Cirbus. Két dobás következik 16-23-nál. Akkor, amikor 0,2 másodperc van hátra az első negyedből. Ismét lehet 9 pont a különbség. Derasimovics eddig 2 pontot szerzett a mérkőzésen. Hosszan összpontosít. Aztán az első jó 16-24, 8 pont a különbség. Derasimovics 3 pontos. És már 9-en szereztek pontot a vendégeknél, nálunk pedig 5-en. És jó, a második büntető is, 16-25. Éppen csak játékbozzuk a labdát, és letelik az idő. Az első negyednek vége, tehát 16-25, 9 pontos kecskeméti előny, és amint ígértem önöknek, elmondom, hogy milyen mérkőzések vannak még ma. Az Alba-Fehérvár a Falkót fogadja, Atomerőmű Kaposvár, Ose Lions Egis Körment, Szolnoki Olajbányász Naturtex STS Szedeák, Deac PVSK Veolia, Sopron KC Zalakerámia ZTE KK, és hát ez a Jászberény KS Duna Aszfalt DTK Kecskemét mérkőzés. A tabellán az első és a második helyen már nem történhet változás, alapszakasz nyer a Szolnok, bármi is lesz a mai mérkőzésének az eredménye. Második lesz a Falkó, a harmadik, negyedik helyen attól függően, ha mondjuk a Szeged kikap Szolnokon, a Deac pedig nyer odahaza, akkor csere lesz. Egyelőre harmadik a Szeged, negyedik a Deac. Az Alba azért szeretne majd győzni a Falkó ellen, hogy megőrizze az ötödik helyét, míg az Atomerőmű a hatodik hely megőrzéséért hajt. A Körmentnek is kellene a győzelem a hatodik helyhez, de az kellene, hogy az Atomerőmű kikapjon. És hát végül is a Sopronnak már teljesen mindegy, ők biztos nyolcadikok. Ők egyébként a Zalaegerszeggel játszanak. Az alsóházban lévő csapatok, akik majd az alsóházat kezdik, a Kaposvárnak jelenleg 11, és a Pécsnek ugyancsak 11 győzelme van, az Oroszlánynak 10, a Kecskemétnek 9, a Zalaegerszegnek 6, nekünk pedig 2, és ezért lenne nagyon fontos ez a mai mérkőzés, hogy legyen már 3 győzelmünk, és az a legelszeg kikap Sopronban, akkor csak 3 meccs különbség, 3 győzelemnyi különbség legyen a rájátszás megkezdése előtt. 13 tripla kísérletünk volt az első negyedben, és 2-t dobtunk be, ez... Bocsánat, 13 2 pontos kísérletből volt 4 jó, ami rendkívül rossz arány. Most viszont rosszul indítjuk a második negyedet, ez visszajátszás. Nem figyelt Brbaklics, hogy hova adja a labdát. Így aztán visszakapják azt, vagy illetve megkapják a kecskemétiek. Tomasz Wittmann Derasimovics. Tomasz most átdobja a gyűrűt 15-össel. Ott van Lukács, Kucsera, közben egy jó berényi kosár, és 9-essel Horti Bálint a kecskemétieknél, nálunk Kini, Brbaklics, Filipovics, Williams és Geret. Megpróbáljuk becsapdázni a vendégek játékosát, ez nem sikerült, Lukács. Nem tudom, miért mondok mindig Lukácsot Kucsera helyett. Hát ezt nem tudom. Nem tudom, hogy most mit fújtak, hiszen kicsúszott Horti Bálint kezéből, kicsúszott a labda. Hát ez furcsa. Patai Benyámi reklamált, hogy hogy lehet 9-2 a faltarány. Figyelmeztetik a játékvezetők, de hát ez tényleg egy érdekes fújás volt. Nem tudta megfogni a labdát Horti Bálint, kicsúszott a kezéből, és befújtak nekünk egy személyhibát. Wittmann.
Fortizál el neki, Wittmann végigviszi, ezt kihagyja. Brybaklić pedig elindul előre. Brybaklić. Kini, falt. A 15-ös Kucsera Dániel kapja a személyi hibát. Miközben Patai Benyámint figyelmeztetik, hogy technikait kap. Egyébként tényleg 9-3 a faltalány, tehát azért ez érdekes, hogy egy rendkívül sportszerű mérkőzésen igazán nincs különbség a védekezésben sem a csapatok között, de mindegy, ne foglalkozzunk ezzel, foglalkozzunk a játékkal. Williams gyönyörűen fordul le, ez nagyon szép volt, Filipovics eltüntette Hortit, miközben Horti személyi hibát követett el Patai szerint helyette. A játékvezetők ezt nem figyelték. Persze az edzők is vehemensek néha, úgyhogy nem biztos, hogy mindig nekik van igazuk. Wittmann. Ez Kini kapja a személyhibát. Hát hihetetlen. Tehát olyan könnyen fújják a személyiket ellenünk, hogy ezt komolyan mondom. Van egy kis testi érintkezés, abban a pillanatban személyhiba. De hát ez így akkor nem tudom, milyen játék. Kucsera, ő teszi tovább Wittmannnak, 14 másodperc támadó ideje. Maradt a vendégeknek, most már kevés van, Horti megkapja és bedobja, rossz védekezés, 20-27. Gerett. Pontosabban Kini. Gerettől kapta a labdát. Gerett már mozog a másik oldalra. Kini. Tovább teszi. Egy jó dobócsel, és aztán ott a tiszta dobóhelyzet. Csak nincs benne a dobás, Filipovicsnak megvan a labda. És ott a falt! És ez nem volt falt. Na hát erre most én mondom, hogy ez nem hiszem el, hogy ez nem volt falt. Karahodzsics jön majd vissza. Szerintem Filipovicsal szemben szabálytalanságot követtek el, de hát ezt csak én láttam így. Horti megint belép. Megint befújtak. Még egy személyhibát. Hát ez hihetetlen. Ez komolyan mondom, hihetetlen. Ez hihetetlen. Filipovics le. Primorac be. Füzi jön. Coleman jön. Brybaklić lemegy. És Kini is lemegy. Hármas csere nálunk. Horti pedig dobott egy duplát, és dobhat még egyet. Ő a legeredményesebb a vendégeknél, 6 pontos eddig. Nálunk 6 pontos Orlando Coleman, de Horti most dobhat egy büntetőt. 11-3 a személyhibák aránya, ez elképesztő. És mondom még egyszer, egy teljesen sima, nyugodt mérkőzésen, 20-30, ismét 10 pont a különbség. Mindegy, a miénknek nem kell ezzel foglalkozni, játszani kell, játszani, és a félidő, első félidő végéig föl kell zárkoznunk, simán 10 ponton belülre, újabb csere lesz, majd Jaramaz jön vissza, Primorac, Karahodzsics a háta mögött, Primorac, Karahodzsics odanyúl, személyi hiba, Jaramaz jön, Derasimovic megy, igen. Jaramaz jön, de Rasomivocs megy le. Szerintem 3-2 a személyhibák. Most ezt nem fújták be, ezt a személyhibát? De befújták, csak most írták még föl a táblára, így van, 3-2. Ebben a negyedben 3 személyhibánk van nekünk, 2 a vendégeknek, és 2,5 perc telt még csak el. Egy újabb lökés. Játékvezetők nem veszik észre, hogy vérzik Primorac orra. Valószínű nem magától. Aztán Karahodzsicsal pacsiznak egyet, nincsen harag, de hát akkor is vérzik az az orr, tehát valami ott volt. Érkezett Brybaklić. És Williams is ott van a pályán már nálunk. 10 pontos kecskeméti vezetésnél. Ajaj. Füzi. Az utolsó pillanatban sikerült játékboznunk a labdát. Coleman. Füzi. Gerett. Itt is volt ám egy ütközés, amit nyugodtan le lehetett volna fújni, ha már eddig fújtak ilyeneket.
és ezt csak csendben mondom tényleg. Coleman. Gerett. Gerett elindul, Gerett beviszi. Ez hogy lehet? Hát az alapvonali játékvezető először azt mutatta, hogy a kecskemétieké a labda. Hát ez hihetetlen. Hát komolyan mondom. Mi a támadó? Úristen, hát olyan fejetlenség van. Hú. Áll a játék. Mind a két pad mondja a magáét. Nem járt le a támadóidő, 2 másodperc van az órán, tehát nem járt le. Williams. És most fújnak egy személyi hibát Karahodzsicsnak. Hát egy picit úgy érzem, hogy kicsúszott a játékvezetők kezéből ez a mérkőzés. Most már próbálnak fújni ide is, oda is, amoda is, aztán érdekes faltok jönnek ebből ki. Brubaklis megy le, Primorac visszajön. 3-3 csapat falt mind a két oldalon, nem egészen 3 perc alatt. Primorac, Coleman, Thompson vele szemben. Gerett. Elvállalja a dobást, és az jó, 22-30. Hát, ha éledezünk már egy kicsit, Jaramaz passzolt Thomashoz. 3 pontos volt, én 2-nek néztem csak, most jó jártunk ezzel. Küzi próbált Jaramaznál labdát szerezni. Jaramaz, Kucsera, jaj, ez szép játék. Megfogadom, nem szólok a játékvezetősről a folytatásban egy szót sem. Karahodzsics dobhat személyhibák után, vagy személyhiba után 2 büntetőt. 4 csapat személy nálunk, 3 náluk. Tizenkettőt most a személyhibáknak az aránya kezd alakulni. Kimarad mind a kettő, 23-30. Gerett közelebb megy. Ejj, kijön a labdája a gyűrűről, ez viszont a miénk, így igen. Karahodzsicsról pattant ki a labda. Rápattant a vállára, és onnan hagyta el a játékteret. 14 másodperc támadőidőnk lesz. Váradi mester adja az utasításokat a pálya széléről. Megint az utolsó pillanatban tudtuk csak játékbozni a labdát, de játékboztuk. Coleman, ez is falt volt. Hát ez nem igaz, hogy ezt nem, és technikait kap Patai Benyámin, de igaza van. Hát ez hihetetlen. Hát Coleman bedobja, faltolják, és a mi vezetőedzőnk kap technikait, mert reklamál. Gratulálok. Azt mondtam, az előbb nem foglalkozom a játékvezetőkkel, de hát ez mégiscsak vérlázító. Hát ez hihetetlen, komolyan mondom. Időkérés közben, 25-30. Megpróbálok én is lenyugodni. Lehet, hogy nekem jobban megy, mint a csapatvezetőknek. 25-35 pontos különbség, akkor, amikor 6 perc, 19 másodperc van még a második negyedből hátra. És hát nem tudom, lehet, hogy azt nézi vissza a játékvezető? Azt az esetet? Tehát vissza lehet nézni, egyértelmű, hogy megütötték Coleman-nek a kezét, az nem kérdés. Az hiba volt. Van mit megbeszélni a bíróknak is, a két csapat házatáján is. Folyik a tanácsadás az edzők részéről, a vezetőedzők részéről. Elmondják, hogy mit várnak el játékosaiktól a folytatásban, és jönnek vissza a csapatok. 25-35 pontos Kecskeméti előny jön, Karahodzsics, Thomas, Kucsera, Wittmann és Jaramaz az egyik oldalon, a sötétmezes kecskemétieknél.
és jönnek majd a mieink is egyszer. Füzi, Williams, Gerett, Primorac és Coleman. Coleman egyébként a legeredményesebb a mezőnyben 8 pontjával, Horthy Bálintnak van 7 pontja a másik oldalon. 6 pont szerző nálunk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pont szerző a vendégeknél, ez igen. És mivel Patai Benjamin technikait kapott, ezért most Wittmann Krisztián dobhat egy büntetőt, de az kimaradt. Wittmann Krisztián igazságot szolgáltatott, köszönjük Krisztián. Egyébként a kecskemétiek emblematikus játékosáról van szó, aki a válogatottban is nagyon sokat tett a magyar kosárlabdáért, egy kiváló sportember. Nem csak jó játékos, hanem kiváló sportember is. Jaramaz. Egyelőre jól védekezünk. Kucsera megpróbálja bevinni, eladja a labdát, Williams szerzi meg. Williams robog, tovább teszi Gerett. Még tovább Coleman elvállalja a három pontos, az nem jó. Elüti ugyan Williams, de Jaramazi a labda. A negyed közepén járunk, kettőssere lesz majd a vendégeknél, jön Dramicsanyin. Ez pedig Tomasznak egy tiszta dobóhelyzet, de az kimarad. Elütik a labdát a kecskemétiek, de elindul Coleman. Ó, ez nagyon nagy hiba volt. Ez butaság volt Coleman részéről, Wittmann. Itt a büntetés. Ha már bevitte, akkor be kellett volna dobni. Coleman is bosszús. 25-32. Lassan átlépünk a negyed második felébe, tehát 15 perc telik el a mérkőzésből. Coleman, Primorac, vissza Coleman-nak. Elvállalja a három pontos, nem jó, de a... Mondom én, hogy de a lepattanó a miénk, de nem miénk a lepattanó, mert van egy... Személyhibára gondoltam, most nincs, lejárt a támadó időnk valószínű. Kucsera és Wittmann ment le, négyessel Lukács Döme a pályán, és csere lesz nálunk is. Gerett helyére jön Brybaklić, és Coleman is lemegy pihenni. Jaramaz, Tomas, Dramicsanyin, Karahodzsics és Lukács a vendégeknél a pályán állunk. Füzi, Williams, Primorac, Brybaklić és Gerett. Egy újabb három pontos kísérlet, az nem jó. Primorac a lepattanó. Lukács Döme próbálkozott, ő már dobott egy hármast. Primorac még tovább. Primorac megkapja három pontos, ha jó, és ez jó. 28-32. Négy pont már csak a különbség, 4,5 perc még a fél időig. Tomasz mutatja a többieknek, hogy mi következik. Jaramaz. Horthy jön majd a vendégeknél. Megpróbálunk agresszíven védekezni. Dramicsanyin. Tomasz. Karahodzsics Primoraczar benn. Tomasz elvállalja a hármast, és be is dobja. 28-35 ki kellett volna rá lépni, de hát könnyű ezt innen mondani. Ismét 7 pont a különbség. Kini, Williams. Brybaklić. Dramicsanyin vele szemben, Brybaklić közelebb megy, fölteszi, Williams sem tudja tovább tenni. Ez most hiba volt, Tomasz robog, Jaramaz, megállnak a vendégek, Dramicsanyin, ő sem vállalta most el a hármast, van még idejük bőven, 10 másodperc támadó idő, Tomasz, Dramicsanyin mellől megpróbálják megszerezni, Williams-i a labda, elindul Füzi, Füzi beleáll a három pontosba, ej, nem jó, Brybaklićnak pedig befújják a személyi hibát. Most teljes joggal. A harmadik hibája Brybaklićnak szerintem. Filipovićnak is van 3. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hibánk van már. 5-tel szemben is időkérés, Jászberény időkérés. Megvan a 4 csapatszemélyünk, 3-27-tel az első féldő vége előtt, a vendégeknek 3 csapatszemélye van. És már felzárkóztunk 4 pontra is, de aztán kaptunk egy triplát, úgyhogy most megint 7 pont a különbség.
ami jó, hogy nem növekszik, hanem stagnált itt a 7 és 10 pont között, de jó lenne ezt a 3,5 percet úgy játszani, hogy 3-4 pontnál ne legyen nagyobb a különbség a második fél időre, de akár még jobban is föl lehet zárkózni. Egyelőre elég sok a hiba a játékunkban, rosszul dobunk, az biztos, a fél időben majd megnézzük a dobó százalékokat, hát nem állunk túl jól, elég sok labdát eldobunk, a játékvezetők pedig megint talán visszanéznek egy esetet. Lassan vége az időkérésnek, jönnek majd vissza a csapatok. 7 pontos vendégvezetés, ami annyit jelent egyébként, hogy a második negyedet 2 ponttal nyerjük, hiszen 9 volt a különbség az első negyed. Után Dramicsanyin, Horti Bálint, tehát a két ex-Jászberényi, 4-essel Lukás, 10-essel Jaramaz és 6-ossal Tomasz a vendégeknél. Nálunk pedig Füzi, Primorac, Ruják, Kini és Williams. Igen, és ez már az 5. csapat személyünk volt az előbbi. 4 volt csak kiírva, ezért csodálkoztam, hogy miért van dobás, de már 5 csapat személyünk van. Tomasz beszórja mind a 2-t, 28-37. Visszaáll az a 9 pontos különbség, ami volt az első 10 perc után. Pedig az előbb már csak 4 volt a vendégek előnye. Primorac, Ruják. Ruják tovább viszi. Füzi. Ó, majdnem kiesik a kezéből. Williams. Dramicsanyin mellett Primorac, kimarad. És nem volt személyi hiba. Hát ezt nem is kommentálom már, Katona jön a pályára először nálunk. Az biztos, hogy volt egy lökés, Füzi helyére jön, nem látták a játékvezetők. 3 perc még az első fél időből. Tomasz. Ruják próbálja megállítani Dramicsanyin. Őt ne engedjük hármas dobni. Tomasz. Primorac egész távolra kijön, de akkor nem marad magas ember. Most ment vissza. Még tovább Tomasz, még tovább. 4 másodperc támadóidő. Egy rossz dobás, de Dramicsanyin megszerzi a lepattanót. Dramicsanyin rövid a dobása, visszaszerzi. Á, kétszer szedi vissza a lepattanóját. Dramicsanyin, hát ezt nem lehet megengedni a palánk alatt, srácok. 28-39, 11 pont még nem volt a különbség, de Rasimovics jön majd be. Kini a vendégeknél, ő vár cserére. Kini gyönyörűen megy be. Horti és Jaramaz is fölteszi a kezét, vajon kire fújták a személyhibát. De Rasimovics jön, Tomasz lemegy, nálunk jön Geret és Coleman. Kini és Ruják helyére. A személyi hibát pedig Jaramaz kapta. Ő neki az első hibája volt. Viszont most már mi is bónuszban vagyunk, hiszen 4 csapat személye van a vendégeknek. Jön Coleman, aztán Geret kapja. Williams, Dramicsanyinnal szemben. El kell vállalni. Primorac beveri a hármast. Ez igen. 31-39, 8 pont a különbség. Jaramaz és Coleman. Dramicsanyin, Williams figyel rá. Ajaj. Williams kapja a személyi hibát. Hát a faltorány az brutális lesz a fél idő végére, majd elmondom. Derasimovics dob 2 büntetőt. Az első jó. Ez volt az 5. pontja Derasimovicsnak. Ez pedig a 6. visszaáll a 10 pontos különbség, 41-31-re vezet
a kecskeméti alakulat. Az utolsó két percen belül vagyunk az első fél időben. Geret! Ilyen eset minden támadásnál volt, akár bármikor fújhattak volna, most már néhányszor fújnak azért. Szerintem Horthy kapta a személyhibát. Mindjárt kiderül. Igen, a második hibája. Primorac pedig dobhat két büntetőt. Az első nem jó. Az első büntető kimarad. És a második is kijön, de Coleman megszerzi a lepattanót. Ez most szép volt. Coleman igazán, igazi partizánként ment be a vendégekhez. És ez is rossz Primorasztól. De miért kellett ezt eldobni? Kár volt eldobni. 10 pontos különbségnél támadnak a vendégek. Jaramaz. Derasimovic. Dramichanin. Williams-el a nyakán. Horthy kihagyja. Megvan a lepattanó, Primorac volt a legharcosabb a palánk alatt, Geret, Primorac, Dobócsel, beviszi, gyönyörű, 33-41. Primorac is 8 pontos, csak úgy, mint Coleman, ők a két legeredményesebb játékos, a vendégeknél két 7 pontos van, Thomas és Horthy Bálint. Jaramaz visszateszi, Dramichanin elvállalja, a hármas be is dobja. Ó, de károk ezért. 33-44. Dramichaninnak ez már a második hármasa volt. Újra 11 pont a különbség. 30 másodperc még a félidőig. Primorac. Új, basszus. Bocsánat ezért a kifejezésért, de hát megmenekültünk. Primorac kezéből kicsúszott a labda, de szerencsére aztán az induló Jaramazról kikerült az oldalvonalon túlra, úgyhogy visszakapjuk. 24,2 másodperc van, a negyedből 14 másodpercig támadhatunk. És lesz még 10 másodperc ideje a vendégeknek is. Coleman beláll a középtávoliba, jó. 35-44, 9 pont, de még mindig van 16 másodperc. 35-44. Jaramaz. Aki nagyon jól szállt be a mérkőzésbe, az egyik legjobbja a vendégegyüttesnek. Dramichanin. Ó, Horthynak, és lejárt az idő. Ezt most túljátszották a vendégek szerencsére. A második negyed döntetlen eredménnyel zárult, hiszen 9 pont volt. Az első negyedben is a különbség 16-25 volt, most pedig 35-44, ami annyit jelent, hogy 19-19 a második negyed eredménye, és akkor számolgatunk egy kicsit. Hát könnyebb megszámolni, a vendégeknél 7 személyhibát fújtak a játékvezetők, nálunk 2-4-7-8-9-10-11-14-et, tehát a dupláját. Hát szerintem ilyen különbség nem volt a csapatok között, de hát ez már történelem. 35-44-ről folytatódik majd a játék, most pihenjenek egy kicsit, és remélem, hogy a második félidő jobb játékot hoz a mieink részéről, és sikerül majd fordítanunk. Még egy perc, és folytatódik a mérkőzés. Jászberény KS, Duna Aszfalt, DTKH Kecskemét. 35-44, 2x10 percnyi játék után. Említettem már a faltarányt, 14-7, 14 faltot fújtak a játékvezetők ellenünk, hetet a kecskemétiek ellen, és ami igazán megdöbbentő az az, hogy mi 4, azaz 4 büntetőt dobhattunk az első negyedben, ebből 2-t, illetve fél időben. Ebből 2-t sikerült bedobni, a vendégek pedig 19 büntetőt dobhattak, és 14-et bedobtak. 14-2, tehát a büntetők aránya, és ez a különbség jelentkezik az eredményben is, 35-44. Egyébként a három pontosokat nagyjából egyformán dobják a csapatok. A vendégek 12-ből 6-ot, mi 11-ből 5-öt dobtunk be.
A mezőnygólokban van nagyobb különbség, 50%-osok a kecskemétiek, 24-ből 12, mi viszont 36-ból csak 14, és az 38,9%. A kecskeméti csapat már ott van a folytatásban, jelen pillanatban a legerősebb ötöst küldik a pályára, Tomasz, Wittmann, Derasimovic, Karahodzsics és Dramicsanyin, ez egy bombaerős alakulat. A másik oldalon nálunk jön Ruják, Gerett, Primorac, Williams és Coleman. 2x10 perc még, legalábbis az alapjátékból, az alapmérkőzésből 9 pontos kecskeméti előny, ami az első félidőben, első negyedben alakult ki, hiszen azt nyerték 16-25-re a vendégek, a második negyed 19-19 volt, közben elindult a játék. Wittmann Krisztián, Karahodzsics, Derasimovic, lépéshiba. Derasimovic fogja a fejét, igen, ezt elhibázta, talán föl is tehette volna. Coleman kapja a labdát, Gerett pedig várja, meg is kapja, és akkor jöhet a második félidő első Jászberényi támadása. A kecskemétiek az első támadásukat elhibázták. Gerett, Williams, Primorac marad a palánk alatt, teljesen üresen, rossz kecskeméti védekezés, 37-44. Egyébként fél időben a Zalaegerszeg is vesztésre áll Sopronban, ha jól emlékszem, akkor 11 pont volt a különbség. Derasimovic nem dobja el, közelebb viszi, és Coleman mellett, aki nem akart személyi hibát, be is dobja. 37-46, marad a 9 pontos különbség. Gerett. Williams kapja, Coleman, Primorac, Karahodzsics mögötte, Primorac még tovább, Gerett pedig elvállalja, és hát ez nem igaz, honnan jött ki ez a labda. Gondolkozott, és aztán nem befelé hullott, hanem körbe ment, és kijött. Dramicsanyin dobása viszont benn van. Primorac ért oda későn, ez egy hármas volt, 37-49. 12 pontra nőtt a különbség. Dramicsanyinnak ez volt már a harmadik három pontosa szerintem. Ha majd lesz egy kis idő, akkor megnézem, hogy az első fél időben hányat dobott. Primorac, eltelik a támadó időnk, Primorac is dob egy, két pontost. Aztán áll a játék, mert meg kell kötni a cipőjét, így van. 39-49, és akkor gyorsan megnézem, hogy Dramicsanyin két triplát dobott az első fél időben, háromból. Kettő triplája jó volt, és most ehhez tett hozzá még egyet. 39-49, 10 pontos különbség. Wittmann, Tomasz. Ruják védekezik vele szemben. Wittmann. Személyi hiba. Csoda, eltelt több mint két perc, és nem volt személyi hiba, most már van. Nálunk. Dramicsanyin egy váltás Wittmannnal. Karahodzsics jön Wittmannnak elzárni. Dramicsanyin kapja a három pontost, és be is dobja. Dramicsanyin hihetetlen, 39-52, 13 pont. Négy tripla már Dramicsanyin neve mögött. De sokat sírtuk vissza őt, amikor elment tőlünk. Kiváló játékos, kiváló sportember, nagyszerű ember. És itt is bizonyítja. Közben Coleman is dob egy hármast. Dramicsanyin 14 ponttal a legeredményesebb. 13 pontja van most már Colemannek. Elnézést, és 12 Primoracnak. 42-52, 10 pont a különbség. Derasimovic. Rossz a dobás, Primoracia lepattanó. Gerett pedig elindul előre. Tomasz piszkál oda neki. Megvan az első személye Tomasznak. Hát szerintem ez egy fölösleges személyi hiba volt, egyébként kár volt még ott így megállítani a miénk játékosát, de hát Tomasz biztosan jobban ítélte meg ott a helyzetet, mint ahogy én itt föntről. Gerett, Primorac egy dobócsel, Karahodzsics pedig már emeli is föl a kezét.
és megy is lejön a helyére Horthy Bálint. Karadzsicsnak a harmadik személy hibája volt ez. Megvan a csere, Karadzsics le, Horthy be. Egy csapat személy nálunk, kettő a vendégeknél, 6-53 még a harmadik negyedből. A különbség pedig 10 pont. Coleman, Thomas vele szemben. Coleman, Thomas kapja a személyi hibát. Hirtelen most megugrott a vendégcsapat hibáinak a száma, már 3 csapat személyi náluk, 1 nálunk. Gerett. Ruják, Primorac, szép labda Rujáknak, és Derasimovics gyönyörűen betakarta. Thomas, Wittmann, hármas, 42-55, a második félidőt remekül kezdték a kecskemétiek, ragyogóan dobják a hármasokat, Coleman próbál meg válaszolni, de ez nem jó. Csere lesz majd, Jaramaz jön a vendégeknél, 13 pont a különbség. Nemhogy csökkent volna, hanem nőtt a különbség sajnos. Thomas, Wittmann, így van, Horthy kapja a személyi hibát. A harmadik hibája, neki és Karadzsicsnak 3-3 hibája van, nálunk Brbaklicsnak és Filipovicsnak van 3-3 hibája. Derasimovics le, Jaramaz be a vendégeknél, a labda pedig a miénk. És bónuszban vagyunk, 6 perc még a harmadik negyedből, 4 csapat személye van már a vendégeknek. Williams, Coleman. Coleman megpróbálja bevinni, sikerül eladni. Ajajajajajajaj, 13 pontos különbség, Brbaklics jön majd be. Dramicsanyin kapja, Dramicsanyin természetesen bedobja. Raskó Dramicsanyin a mezőny legjobbja 16 pontjával. Nem is volt kezdő, és csereként beállva 16 pontnál jár, és 15 pont a különbség. 42-57, ennyi még nem volt. Nem játszunk jól, nagyon nem játszunk jól. Könnyű kosarakat engedünk a vendégeknek, akik jól dobják a 3 pontosokat, főleg most a második félidő eddig eltelt időszakában talán még nem is hibáztak. Az első fél időben 50%-kal dobtak, a mieink pedig nem tudnak igazán támadásban jó helyzeteket kialakítani, és azt kell, hogy mondjam, az eddig látottak alapján teljesen megérdemelt a kecskeméti vezetés. Hogy ilyen arányban igen-e, azt nem tudom, de megérdemelten vezetnek a kecskemétiek, mert jobban játszanak, az teljesen egyértelmű. Dramicsanyinnak van 16 pontja, egyedül ő lépte át a 10 pontos határt a vendégeknél. Nálunk Coleman-nek 13, Primorasnak pedig 12 pontja van. De összességében a másik oldalon a többiek 10 pont szerzője van a kecskeméti csapatnak. 15-tel szereztek több pontot, mint a mieink. Nálunk 4-7 pont szerző van a pályán, és ezzel a győzelemmel 10 sikere lehet majd a kecskemétieknek, azaz az ő helyük kirobbanthatatlan lesz majd a rájátszásban, az alsóházi rájátszásban ott a csoport elején. Mi pedig nagyon nehéz helyzetbe kerülünk, hiszen ha 2 győzelmünk marad, akkor a 10 mérkőzés alatt minimum 4-szer kell, illetve 4-jel több győzelmet kell szereznünk, mint a zalaegerszegiek, és ebben jó lenne, benne lenne a 2 zalaegerszeg elleni siker is, hogy utolérjük egyáltalán őket. Williams, Brbaklics, Wittmann védekezik vele szemben. Williams kapja a 3 pontos, kijön a gyűrűből, és nincs meg a lepattanó sem. Jaramaz robog, Jaramaz tovább teszi, Thomas, ő pedig megáll. Nagyon okosan megállt, nem tudták befejezni a gyorsindításos támadást. Dramicsanyin, Thomas, Horthy, Williamsnek fújnak személyt azonnal. Negyvenkettő, 57, 15 pont a különbség, és a második
félidő első részének a fele eltelt. A harmadik negyed második felébe léptünk át. Wittmann könnyedén dob újabb kosarat, 42-59. Ez a mérkőzés egyre inkább elúszik. 15-össel Kucsera jön majd a vendégeknél. Coleman, Primorac, ez szép játék volt, 14 pontos. Primorac kettős csere lesz majd nálunk. Filipovics és Szirbus érkezik a pályára, 44-59. Thomas. Thomas teljesen tiszta helyzetből, nem jó. Ha? Jaramaszhoz pattan a labda, hova pattanna. Újra kezdődött egy 14 másodperces támadó ideje a vendégeknek. Ó, hát ez a védekezés csimboraszúja volt. Most Wittmann először elvesztette a labdát, aztán visszaszerezte, és úgy játszotta meg Damicsonyint, aki már 18 pontos. 44-61. Coleman. Nem tudunk támadásban sem különleges dolgokat alakítani. Kini elvállalja a hármas, nem jó. A lepattanó Jaramazé, szétestünk. Teljesen szétesett a játékunk, füzjön majd. Horti bedobja, és még egy személy ezúttal jogosan. 44-63, hát ahelyett, hogy csökkent volna a különbség, most már nagyon nagy. És Jászberény időkérés, 3 perc 28 másodperc még. A harmadik negyedből, és kezd bosszantóan nagy lenni a különbség, majdnem 20 pont már. 19, és ha visszajönnek a csapatok, még egy büntetőt dobhat. A minden igaz, Horti Bálint. Kini kapta a harmadik hibáját. És akkor, ha az a büntető jó, akkor megvan a 20 pontos különbség. Hát erre nem gondoltunk. Még a félidőt követően sem, amikor mindösszesen 9 pont lenne csak a különbség, vagy volt a csapatok között. Közben nézem a többi eredményt. Az Alba vezet a Szombathely ellen, az Atomerőmű 3 ponttal vesztés áll odahaza a Kaposvár ellen, a Deasz nagyon simán vezet Pécs ellen, Kose Körmend, a Körmend vezet 6 ponttal, Sopronban, Sopron Zalaegerszeg a negyedik negyed kezdetén 80-63 az eldőlt, Szolnokon pedig 6 ponttal vezet a Szeged. Hát igen, érdekes eredmények. Egyik másik eredmény nagyon érdekes, de hát tudjuk, hogy vannak csapatok, akiknek a helyzete már stabil, teljesen mindegy, hogy az utolsó fordulóban mit játszanak, így ott gondolom azok a játékosok, akik a szezon közben nagy terhelést kaptak, most több pihenőt kapnak, illetve azok játszanak, akik menet közben kevesebbet szerepeltek, így aztán ez befolyásolja az eredményeket. 44-63, 19 pontos különbség, Horti Bálint jön és dobhat két büntető helyett, csak egyet, ugye, mert a kosár jó volt. Egyébként most már a vendégeknél is két játékoson, aki elérte legalább a 10 pontot, Dramicsanyén 18, Wittmann pedig 10 pontos. Horti pedig bedobja a büntetőt, és ő is eléri a 10 pontot. 44-64, 20 pontos különbség. Füzi. Filipovics. Horti védekezik vele szemben nagyon keményen. Coleman, már csak 4 másodperc. Lassan dobni kell, Coleman. Középtávoli, jó a dobás. Coleman 15 pontos. 46-64, 18 a különbség. Az idő pedig egyre inkább fogy. Ami nekünk most nagyon nem jó, hiszen mi vagyunk 18 pontos hátrányban. Wittmann nem dobja el, Derasimovics. A vendégek az idővel is játszanak, 5 másodperc még. Horti kapja, lefordul Füziről, és még egy személyt is befújnak. Coleman mondja a játékvezetőnek, ez hihetetlen, hogy mit fújtatok megint, de befújták.
46-66. Én már a játékvezetőkkel nem foglalkozom. 5, 6, 9, 10, 12, 18 személy hiba nálunk. 2, 5, 6, 9, 10, 11 a vendégeknél. Na és ott majd meg kell nézni, hogy hány büntetőt dobtak a végén. 19-4 volt a büntetők aránya, amit megítéltek az első fél időben. Kini, ez szép játék volt, Filipovic a pontszerző, 48-67. 19 pontos különbség, Filipovic 4 pontos. Több mint 2 perc még ebből a negyedből. Ó, Jaramaz. Küzi lemarad. Ez iskola játék, 48-69. Brybaklić jön majd vissza. Kini. Coleman. Filipovic. Colemannek adná vissza. Jaramaz. Kini nem bántja. 48-71, elképesztő különbség már. Ennek jele nem volt az első félidő után, hogy ilyen különbség lesz a két csapat között. De még a kecskemétiek ugyanolyan összpontosítással játszanak, mint az első félidőben, addig a mieink sokat hibáznak. Most Szirbus megszerzi első két pontját, 50-71. Hát nem kérdés, két győzelemmel fogjuk kezdeni a rájátszást, az Zalaegerszegnek pedig lesz 6, ami annyit jelent, hogy őket mind a kétszer meg kell verni, és akkor még mindig két győzelemnyi különbség lesz. Coleman kap egy újabb személyi hibát, Brybaklić pedig jön Füzi helyére, Gerett jön Coleman helyére, Williams pedig jön Cirbus helyére. Miközben a másik oldalon Wittmann Krisztián megy le, akinek ma nem kellett különlegeset nyújtani, de azért 10 pontig így is eljutott. Jaramaz. Beszédül az első labdája, 50-72. A Zalaegerszeg, az oroszlány után ez lesz a harmadik nagyon fájó vereségünk, amikor már összeállt a csapatunk. Edzeni is tudtunk azért, és mégis nem megy a játék. 50-73. Filipovic zsákol, 52-73. Nem figyelnek annyira már védekezésben a vendégek sem. Horti. Jaramaz. Mutatja a többieknek, hogy mi következik. Kucsarával egy váltás, Jaramaz ismét a labda. Filipovic majdnem megszerezte. Horti fölteszi és bedobja. 52-75. Horti Bálint. Hát kérem szépen, a két volt Jászberényi, Horti 15, Dramicsanyin 18 pontot dob, és mindketten a cserepadról érkeztek. 33 pont. Gerett dob egy triplát, mondom én, de ez csak kísérlet volt. Derasimovic. Tomasz nagyon ügyesen megcsinálta, 52-77. Hát ez a harmadik negyed, ez katasztrofálisra sikeredett. Ha most elmondom önöknek ennek a negyednek az eredményét, akkor szerintem elszörnyűködnek. 44 pontja volt a Kecskemétnek, dobtak 33 pontot. 33 pontot dobott a kecskeméti csapat ebben a negyedben. És amilyen borzasztó ez a 33 pont, legalább olyan borzasztó az is, hogy mi 35 pontra mindössze 17-et dobtunk, ha jól látom. 17-33 lett ennek a negyednek az eredménye. És nem mondhatom azt, hogy nem megérdemelten vezet a kecskeméti csapat, mert sokkal, de sokkal jobban játszanak, mint a mieink. És most már nem érdemes számolni a személyhibákat sem, mert ebben a negyedben egyértelmű volt a különbség. Most már csak az a lehetőségünk maradt, hogy próbáljuk valamilyen tisztességes módon úgy alakítani a különbséget, hogy ne legyen 20-nál több. Nem lesz egyszerű, mert most 25 ponttal vezet a kecskeméti csapat. Szerintem
ők sem számítottak ilyen könnyű mérkőzésre. Őszintén szólva, én is több tüzet, több elánt szerettem volna látni a mieinkben, nem tudom, hogy miért alakult ez így. És egy olyan első fél idő után, amikor 9 pont volt csak a különbség, említettem ugyan, hogy a harmadik negyedre egy bombaerős alakulat állt föl a vendégeknél, a legerősebb csapattal léptek pályára, és most is úgy vannak a pályán. Tomasz, Derasimovic, Dramichanin, Karahodzsic és Wittmann, ez egy nagyon kemény ötösám bármelyik ellenféllel szemben, bármelyik magyar csapattal szemben, ez egy borzasztóan kemény ötös. Gerett, bízunk benne, hogy legalább tudunk ezen az eredményen valamit alakítani. Coleman, Primorasz kapta volna, Karahodzsic nagyon aranyos volt, úgy tett, mint aki nem tudja, hogy miről van szó. Nézett a játék, fogta a labdát, nézett a játékvezetőre, hogy én most mit csináltam. Miközben Primorasz elterült a parketten, aztán természetesen elnézést kérnek egymástól, úgyhogy hát nagyon sportszerű a mérkőzés. Egy komoly szabálytalanság nem volt, tehát persze voltak személyhibák mindkét oldalon. Most Coleman hagyott ki egy helyzetet, Primorasz pedig nem tudta megszerezni a labdát, Tomasz. Brybaklić néz vele farkas szemet, Gerett majdnem megszerzi a labdát Wittmannal szemben. Tomasz, Karahodzsic. Tomasz el fogja dobni, tovább, jaj, hogy játszotta ki. Wittmann, Krisztián is lejárt az idő. Coleman, talán még jó időbe dobta el Wittmann egyébként. Ez nagyon érdekes volt, mert Coleman elindult, de Derasimovic már fölemelte a kezét, hogy személyhibát követett el vele szemben még a dobás előtt. Engedték tovább, aztán volt még egy személyhiba, és akkor Coleman dobhat kettőt. Vagy pedig megadták a kosarat, és van még egy személyhiba, 54-77. Kimarad a büntető, 23 pontos különbség, kettő csapat személye van már ebben a negyedben a vendégeknek egy perc alatt, nekünk pedig még nincs. Tomasz lépéshiba. Nem érti az amerikai, Wittmann sem, de mindegy. Tehát teljesen mindegy már, mit fújnak egyébként a játékvezetők. 23 pontos különbségnél már nyugodtan lehet fújni egy kis hazai pályát is. Sok jelentősége nem lesz. Gerett. Williams, Primorac. Ez nagyon rossz dobás volt. Tomasé a lepattanó. Williams pedig arra figyelt, hogy ne szabálytalankodjon. Egy jó, stabil játékra képes ez a kecskeméti csapat bárki ellen, mint ahogy itt ma is. Tomasz dobása most valahogy kiszédült a gyűrűből. Hogy ez hogy történt, nehéz megítélni. Primorac, Karahodzsicsal, Primorac lefordul. Ezúttal Karahodzsics van a parketten. 56-77, 21 pont, és a kecskemétiek kérnek időt. Primorac is 16 pontos már, 16 pontja van neki, 17 Orlandó Coleman-nek, 18 Dramichaninnak, 15 Horthy Bálintnak, és 10 pontja van Wittmann Krisztiánnak, ők járnak elől a pontszerzésben. Egyébként a vendégeknél Lukács Döme 3, Tomasz 9, Derasimovic 8, Jaramaz 8, Karahodzsic 1 pontot szerzett, neki egyébként 4 személy hibája van, tehát a kipontozódás határán van, 5 pontos Kucsera Dániel, nálunk pedig az említett két 10 pont fölötti dobó mellett James Keeneynek van 2 pontja, Gerett Junior Jervisnek 5, Brybaklićnak nincs pontja még, ez nagyon furcsa, Alexa Brybaklićnak nincs pontja, 3 személye van, Cirbus József 2 pontos, Füzi Robert 3, Williams 5 pontja is nagyon kevés, Filipovic 6 pontos,
És így alakul ki az 56-77, ami annyit jelent, hogy 21 ponttal vezetnek a vendégek. Dramicsanyin, Karahodzsic, Derasimovic, Tomas és Wittmann. A vendégeknél nálunk Brybaklic, Gerett, Coleman, Williams és Primorac. 8 perc még hátra van, de azt azért úgy összefoglalóként már elmondhatom, hogy sokkal stabilabb játékot játszott a kecskeméti csapat, hoztak egy jó átlagot, a mieink pedig valahogy nem találták a játékot ma ellenük. Megpróbálunk agresszíven védekezni, ez egy rossz dobás, de hát ez is az övék, és utána Derasimovic besétál a palánk alá, és beejti a labdát a gyűrűbe. Elérte ő is a 10 pontot. 56-79. Coleman, Gerett, Williams, nem működik a csapatjátékunk. Támadásban annyira bizonytalanok vagyunk, nincsenek különböző megoldások, amit nem tudom, amit begyakoroltak a srácok, nem nagyon látszik. A védekezésünk is puha, 79.3, negyedés, 3 perc alatt elég sok, az 58 dobot viszont kevés. Dramicsanyin már el sem vállalja a hármast, Wittmann viszont igen, de most ezúttal nem megy be. Coleman indul előre, 58-79. Coleman Tomas mellett elmegy, a kosár jó, és még Tomasnak egy személyiba, Tomas is 3 személyivel játszik tovább, 60-79. Kettős csere, Jaramaz és Horti jön, Tomas és Karahodzs is megy le pihenni. Coleman pedig az első ember, aki eléri a 20-as határt, 21 pontos. Most már 22, 61-79. Hát igen, próbáljuk szépíteni egy kicsit a dolgot. Erre még jó lehet ez a hátralévő majdnem 7 perc. Horti, de hát ilyen védekezés mellett nem tudunk közelebb kerülni. Horti 17 pontos, a két ex-Jászberényi 35 pontot dobott. De hát ők gyakorlatilag olyan, mint a hazai pályán lennének egyébként, Brybaklic. Ez az, amikor nem tudunk valamit kitalálni, és csak eldobjuk a labdát. Williams, Brybaklic visszajátsza, Gerett. Primorac újra elvállalja a hármast, ez most jó, 64-81. 20 ponton belül vagyunk, 17 pont a különbség. Primorac 19 pontos. Jaramaz. A padról Jaramaz, Horti és Dramicsanyin is nagyszerűen szállt be, ők hárman nagyon sok pontot dobtak. Ez most kimarad. Brybaklic robog előre. Jaramaz kapja a személyi hibát. Tomas pedig jön gyorsan vissza. Derasimovic helyére jön Tomas. 64-81-nél 17 pontos különbség. A labda a miénk. Gerett. Williams, Primorac. Szép kosár, 66-81. Mondhatnám azt, hogy miért nem játszottunk így a harmadik negyedben, de hát természetesen most már egy kicsit könnyedében védekezik a kecskeméti csapat, ekkora előny tudatában, ők már nem siettetik a játékot. Igen, ez is lehetett volna simán falt. Jaramazzal szemben, Dramicsanyin még vállal egy hármast, az most nem jó. Róla megy ki a labda. 66-81, nagyon megálltak itt most a negyedik negyedben a vendégek. De még ez is belefér, Váradi mester reklamál most teljesen jogosan egyébként. Teljesen igaza volt Jaramazzal szemben, szabálytalanság történt. Gerett. Patai Benyámin pedig üzihajtja az övéit. Igen, kozmetikázni kell ezt az eredményt, még van 5 percünk. Gerett. Coleman. Coleman elindul.
És ez egy jó játékvezető ítélet, Coleman bele vágtatott a védőjébe. Támadó hiba, Colemannek a negyedik hibája, neki és Karahodzsicsnak a másik oldalon van négy személy hibája. Dramicsanyin, ó, és még egy falt. Raskó Dramicsanyin 20 pontos, de hát úgy ment be, ahogy akart. Primorac már nem tudott vele kezdeni semmit. Coleman és Thomas beszélgetnek itt a félpályánál, Dramicsanyin pedig készül egy büntetőre, 66-83-nál. Primorac első személyi hibája volt ez. Négy csapat személye van a vendégeknek, kettő nekünk. Dramicsanyin pedig 21 pontos, most Coleman-nel vív és Primoraccal külön verseny. Primoracnak is 21 pontja van, Coleman-nek 22. Coleman. Coleman közel megy, aztán bepiszkálja másodikra, 68-84. Valamit nagyon reklamálnak a vendégek. Coleman-nek volt valami nézeteltérése valakivel. Thomasszal. Aztán mondják egymásnak. Patai Benjamin üvölt, hogy Orlandó, Orlandó. Váradi mester pedig azonnal cseréli. Szerintem Coleman-t is le kell vinni. Igen, Thomas lemegy. Coleman marad. Én Coleman-t is levittem volna ezek után mindenképpen. Nem láttam, hogy mi történt. De most lehet, hogy a játékvezetők visszanézik. Igen, visszanézik az esetet. 68-84, 16 pontra csökkentettük a 25 pontos különbséget, így egy kicsit fogyaszthatóbb az eredmény, de hát semmi jelentősége nincs, hogy 25 ponttal, vagy 18-al, vagy 10-zel, vagy 3-mal, vagy csak 2-vel is kapunk ki, mert nekünk ezt a meccset mindenképpen meg kellett volna nyerni. A mérkőzés előtt beszéltem Dramicsanyinnal és Horthy Bálinttal, megígyeztem nekik, hogy ti hazajöttetek ide, hát itthon ne verjetek már meg bennünket. Erre föl Horthy Bálint 17, Dramicsanyin 21 pontos, 38 pontosak ketten, ami azt mutatja egyébként, hogy kiváló sportemberek, nincs itt mese. Itt játszottak valamikor, most viszont már a kecskemétiek színeiben kell a legjobbjukat nyújtani, és jól játszottak, kimondottan jól játszottak mind a ketten. A játékvezetők nézik a videót, hogy vajon mi történt, nem láttam én se, hogy mi volt. Aztán mi lesz az ítélet? Nincs semmi. Nincs ítélet. Négy-huszonnégy még, egy kis közjáték után folytatódik a játék. Brybaklis szerez majdnem labdát, de lábból. A futballban ez szép szerelés lett volna. De itt lefújják. 68-84. Jaramaz. Derasimovic. Horthy, Wittmann, Brybaklis néz vele farkas szemet. Dramicsanyin elvállalja a hármast, és most nem jó a hármasa, de Horthy elpöszköli a labdát, úgyhogy újra jöhetnek a kecskemétiek. Thomas pedig jön majd vissza. Mi pedig labdát szerzünk, ezt most Wittmann adta el, Gerett pedig elindul, Gerett végigviszi. Wittmann nem bántja. 70-84. Csere a vendégeknél. Wittmann lemegy. Visszajön Thomas. 14 pont a különbség. Ezt a negyedet nagyon megnyerjük, de sajnos sokra nem megyünk vele. Derasimovic, Jaramaz. Könnyen játszanak a kecskemétiek, hiszen óriási előnyük volt. Horthy zár el Jaramaznak, Jaramaz még mindig. Derasimovic, Jaramaz, egy dobócsel. Könyörgöm, neki megy a védőnek, direkt neki megy a védőnek, hogy fújjanak személyi hibát.
Ezt nem értem az ilyen dolgokat, tehát jó lenne, a játékvezetők erre figyelnek. Áll a védő, és neki megy, belemegy a támadó játékos, hogy fújják le, és ez igaz mind a két oldalra, félreértés ne essék. Erre szokták azt mondani, hogy egy kiharcolt, kiküzdött személy hiba, közben Jaramaz dob egy hármast, na de ezt simán fújhatták volna a másik oldalra. 70-87, 17 pontos különbség, Jaramaz is átlépte a 10 pontos határt, 11 pontnál jár. A vendégeknél 4-en dobtak legalább 10 pontot, nálunk 3-an lépték át. Nem, 2-en lépték csak át a 10 pontos, de ők a 20 pontos határt is. Colemannel szemben a személyhiba, Kini és Cirbus jön nálunk. Williams, akinek most nem volt olyan nagy játékkedve, nem is játszott jól, megy le, és lemegy Brubaklić. Williamsnek nem ment a játék, ő 20 pontos átlag, nagyjából a 20 pontos átlagot el szokt érni, most 5 pontnál tart, nagyon hiányoznak a pontjai. Colemann bedobja az első büntetőt, 71-87, Patai Benjamin Cirbus hívja hátrébb, meg Primoracot. Colemann dobja a második büntetőt, az pedig nem jó, 71-87, 16 pontos különbség, Thomas, az utolsó 3 percen belül vagyunk. Jaramaz, Forti válik le az emberéről, és kap egy rossz labdát Jaramaztól. Ez most eladott labda volt, 71-87, 16 pontos különbség. Kini, Gerett. A csapatjátékunk nem működött. Támadásban nagyon látványosan nem, és hát a védekezésünk sem volt igazán jó, hiszen 87 pontot kaptunk hazai pályán, az nagyon sok. Primoracz tovább teszi Cirbusnak, ez szép volt, és ez is kimarad. Hát ez nem igaz. Ez hihetetlen pech. 16 pontos különbség. Karahodzs is jön majd vissza még az utolsó 2 percre, és Wittmann. Derasimovics dob még egyet távolról, de az nem jó. Colemann szerzi meg a lepattanót, aztán már Gerett robog előre. Nem is Gerett, Kini. Most kapja Gerett, elvállalja a 3 pontost. Az is rövid. Cirbus pedig lökött ezek szerint. Jaramaz és Horti le, Karahodzsics és Wittmann be, nálunk pedig Colemann megy le, és 24-es a Katona Bence a pályán. 71-87, 16 pontos Kecskeméti előny, 1-47 még a mérkőzésből. 25 pontos Orlando Colemann a legeredményesebb a mezőnyből, 21 pontja van Primoracnak, és 21 pontja van Dramicsanyinnak is. Cirbusnak ez volt a második személyhibája, nekünk a negyedik. Tehát innentől kezdve bónuszban vannak a vendégek is. Derasimovicsot nem támadjuk, hát ez neki egy könnyed új gyakorlat. 71-89. Csere lesz majd még a vendégeknél. 4-es, 15-ös. Közben egy Primoracz 3 pontos, az nem jó. Lukács és Kucsera jön majd még be, egy 13 van hátra. Ha lesz még idő cserélni, de lesz még. Wittmann játszadozik, és aztán rosszul adja be a labdát. Lábat ért nálunk, úgyhogy marad náluk. Derasimovics és Dramicsanyin lemegy. Érkezik Kucsera és Lukács. Én pedig lassan összefoglalom a látottakat. Egy viszonylag kiegyenlített első fél idő után, az első negyedet 9 ponttal nyerte a Kecskemét, a második X volt, a harmadik negyedben nagyon-nagyon elmentek a kecskemétiek, jól játszottak, mi szétestünk, és most a negyedik negyedben már csak kozmetikázni tudtuk az eredményt, hogy ne legyen 20 vagy azon fölül, de most még mindig lehet 20, mert 51 másodperccel a vége előtt, az előbb már csak 16-ra jöttünk vissza, mínusz 25-ről, 71-89-nél Karahodzs is dobhat 2 büntetőt, és ő nem szokott büntetőt kihagyni, 71-90, nem is hagyta ki.
És ha bedobja, akkor megint 20 pont lesz a különbség. És a második kimarad, 19 pont a különbség. Kini. Ój, majdnem eladjuk a labdát, de azért Gerett még rácsapott. Elvállal egy 3 pontost, az benn van. 74-90, 16 pont a különbség. Gerett is elérte a 10 pontot. 16 pont a különbség, és még egy támadásunk lesz nekünk is. Egy olyan fél támadó időnk lesz. Thomas. Már csak 4 másodperc, dobni kell. Wittmann. Még tovább teszik, még tovább. Az utolsó pillanatban elvállalja. A 4-es Lukács, ez kimarad, mi pedig támadhatunk. Gerett újra bele egy 3-asba, az lepattanó. Megvan Cirbusnak, megvan. Karahodzsis még betakarja, és ez a vége. 74-90, 16 pontos kecskeméti győzelem. Nem az történt a mérkőzésen, amit mi reméltünk, hogy majd megszerezzük a harmadik győzelmünket. Sajnos nem. A jobban játszó kecskeméti csapat nyerte meg ezt a mérkőzést, ilyen arányban is megérdemelten. Sajnos a mieink sem támadásban, sem védekezésben nem tudták azt nyújtani, amit szerettünk volna látni a pályán. Most van egy kis szünet, megint jön a Magyar Kupa, ez egyik csapatot sem érinti. Aztán pedig április, ha jól emlékszem, április közepén kezdődik az alsóházi rájátszás, azt mi 2 győzelemmel kezdjük. Hátrányunk 4 győzelem lesz a Zalaegerszeggel szemben. Azaz nagyon nehéz helyzetben leszünk, de meg kell próbálni abból a 10 mérkőzésből a lehető legtöbbet megnyerni. Sajnos a legutóbbi 3 találkozónk az nagyon nem jól sikerült, ez a kecskeméti, az oroszlány és a Zalaegerszeg elleni. Ebből a 3 meccsből legalább 2-t meg kellett volna nyerni, és akkor most könnyebb helyzetben lennénk. De hát a remény hal meg utoljára, reméljük, hogy legközelebb jobban sikerül. Én köszönöm a figyelmüket. Még egyszer a végeredménnyel búcsúzom, 74-90, azaz a Kecskemét, 90-74-re győzött ma Jászberényben. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra, a viszonthallásra.